Hellóztok, én a Farkas vagyok. Igyekeztem minimálisra venni a videó minőségét, mert ez nem egy fontos, hogy a felbontás itt most megfelelő minőség legyen. Van egy kis gond ezzel az ingyenes számítógépek odaadása a rendszerrel, mert azok az emberek, akik rászorulók, azok nem tudják, hogy ők rászorulók és ők igényelhetik, és azok az emberek, akik nem rászorulók, na azok meg e-mailbe, illetve telefonos felhívás módján próbálnak ingyen számítógéphez jutni. Kicsit ilyen össze-vissza az a dolog, szóval azért készül ez a videó, hogy ezt egy kicsit tisztába tegyük, mint a beszart kisbabát, ugye, hogy tiszta pelus körüljön rá, és hát akkor öntsünk tiszta hidrogén, dihidrogén oxidot a pohárba, ahogy azt szokták mondani. Az a lényeg, hogy rászorulónak számítanak a következők, jó? Szűkítsük le a kört egy kicsit. Először is a legfontosabb ez, hogy vagy. Oké? Okay? Ezt jegyezzük meg. Tehát nem kell az, hogy és, mert az már halmazati, jó, az már több számítógépre is esélyes. Tehát vagy vak valaki, tehát tényleg nem lát semmit, jó? Tehát vak. Vagy például rászorulónak számít az, ahol egy kereső van, három gyerek, jó? Eddig megvan? És minimál bérrel próbálja eltengetni azt a három gyereket, esetleg mondjuk ebből a három gyerekből kettő esetleg tanuló. Tehát minimális pénzügyi, bevételi forrásaik vannak, semmiféle szórakozási lehetőségük nincsen, és ilyesmi. Ugye nem kell semmilyen extra dologra gondolni, az alapvető igény az, hogy legyen legalább kettő gyerek, akik majd ezzel el fognak tudni játszani. Olyan esetben is kivittünk számítógépeket, ugye látjátok az előző videókból, ahol több gyerek is van, kevesebb szülő van, vagy esetleg több felnőtt lakik egy helyen, de senkinek semmilyen szórakozási lehetősége nincsen. Ilyenkor természetesen egy nagyobb teljesítményű számítógépet viszünk ki, többféle felhasználói fiókot csinálunk, stb. Tehát kulturáltan meg tudjuk oldani a helyzetet. A rászorulóság tehát azt jelenti, hogy igény van a számítógépre, és ott nincsen számítógép. Világos? Tehát vagy vak valaki, vagy nagyon sok-sok gyerek van ott, és senki nem tud semmilyen formában szórakozni, illetve pihenni, és akkor ez mondjuk egy ilyen lehetőség lenne. Vagy például egy olyan családban, az is egy teljesen jó példa, éppen a 38-as, 39-es kezdem kicsit összezavarni a dolgokat, mert ma nagyon sok számítógép volt, és nem tudom már melyik számot hova tegyem. Volt olyan is például, hogy három gyermek volt iskolás, és informatikából például ők kaptak házi feladatot. Most számítógép nélkül hogy lehet a házi feladatot megcsinálni? Nagyon egyszerűen, rövidre zárom a kérdést, hát sehogy. Úgyhogy ebben az esetben természetesen jár a számítógép, és abban a esetben a bizonyítvány felmutatásával, illetve a jegyeknek a megmutatásával jogosult ugye a gyermek, tehát nem a szülő, ilyenkor ebben az esetben nem a szülő, hanem a gyermek jogosult a számítógép birtoklására. Ebben az esetben természetesen nem a szülő nyeri meg, mert neki ez nem is kell, viszont a gyereknek ugye ez szükséges. Remélem sikerült megoldani ezt a hatalmas nagy kérdést, hogy mi is ez a rászorultság, illetve mi nem az. Jó? Térjünk rá a második fejezetre, hogy mi számít kizáró tényezőnek, jó? Mert ilyen is van. Természetesen a számítógéppel munka van. Ez azt jelenti, hogy van nekünk egy műhely, ugye mert ti megnéztétek a többi videót ebben a kategóriában, a műhelybe nagyon-nagyon lassan áramlanak be az alkatrészek. Ez azt jelenti, hogy önálló felajánlások érkeznek, akár csomagon, akár személyesen, akár hogy ez teljesen mindegy, és ezeket az alkatrészeket, amiknek 20-30%-án egyáltalán nem működik, ezeket mind ki kell válogatni, össze kell szerelni, föl kell telepíteni, meg kell csinálni, működő számítógéppé kell varázsolni azt az alkatrész halmazt, aminek egy bizonyos része nem is jó. Úgyhogy ebben munka van. Igen. Most ez a munka, és még a számítógép is végeredmény tekintetében ingyenes. És ez azt jelenti, hogy Budapest területén belül ezt ingyenesen ki tudjuk szállítani. Tehát odaadjuk, tessék, itt van a számítógép, aztán egészséggel és minden jót. Ugyanúgy, ahogy a többi videóban láttátok, igen, tényleg valóban ingyen kapják meg a számítógépet az emberek, azokban a rászorultsági esetekben, amikor ugye az előbb soroltam föl. Jó? Tehát térjünk át a második fejezetre, mi számít kizáró tényezőnek, ugye, amit az előbb elkezdtem. Kizáró tényezőnek számít például az ittasság. Az ittasság az azt jelenti, hogy igen erősen
garatra van, hát gallérra van öntve a pia, hogy mondjuk kicsit diszkrétebben fogalmazzak. Tehát pia az, mint az állat, ugye, teljesen egyértelmű. És ezekben az esetekben, amikor ez később kiderül, a számítógép vissza is kerül. Ugye világos. Kizáró tényezőnek számít továbbá, hogyha lopás történik, mondjuk így. A lopás az azt jelenti, hogy nem engem lopnak meg, mert a számítógépet így is ingyen adom, hanem meglopják a Microsoftot. Ez egy... hogy fogalmazok, hogy megértsétek? Egy szellemi tulajdon. Világos? Tehát ha valaki pénzért ad valamit, akkor azt meg kell venni, nem pedig ellopni. Ugye teljesen világos. A lopás ebben az esetben természetesen azt jelenti, hogy a számítógépekre föl van telepítve a Linux operációs rendszerek valamelyike, az a rendszer általában, amelyik azon a számítógépen nagyon szépen fut. Na most ezekben az esetekben, amikről éppen most éppen szó van, ezekben az esetekben a Linux törlésre kerül, és fölkerül a helyére egy Windows 98-as, illetve egy XP. A későbbi rendszereket nem tudják futtatni a számítógépek, mert ezek lassabb számítógépek. Ezekben az esetekben, amikor Windows kerül fel a számítógépekre, a teljes számítógép set, tehát monitor, számítógép, billentyűegér jön vissza a műhelybe, és természetesen továbbadjuk valakinek azokat a videókat, ahol Windows került fel a számítógépekre, azokat természetesen töröltük, mert hát ezzel nem fogom égetni magam, hogy az a személy ott van fenn a listán, aki hát lopni akar. Na, úgyhogy nagyon egyszerűnek tekinthetni ezt a dolgot. A ingyen számítógép jár mindenkinek, aki valóban rászoruló, tehát vagy vak, tényleg vak, tehát nem lát, fehér bottal jár, kutyával, stb. Vagy azokban az esetekben jár ingyen, amikor valódi rászorultság van, jó? Tehát szükség van a számítógépre, kiérdemeltség van a számítógépen, és nincsen jelenleg a lakásban egyetlen számítógép sem. Jó? Hogyha van akár egyetlen számítógép is, ami mondjuk nem is jó, mert vacak, meg régi, stb., akkor ingyen kimegyek, és megcsinálom a számítógépet úgy, hogy az tökéletesen fut. Ilyen egyszerű az egész. Úgyhogy minden jót, sziasztok!